2800 kiló pontyot telepítettek a tolnai Dunaholtákba. A nagyszabású hal telepítésre az Országos Szövetség pályázata adott lehetőséget. A Tolnai Horgász Egyesület vezetője társaságok történetének egyik legfontosabb pillanatának nevezte a programot. És megmondom őszintén, hogy a Tolnai Horgász Egyesület életének egyik legkomolyabb pillanata maga a telepítés, és azon belül is még a telepítéseken belül is egy örömtellibb momentumot láthatunk az előbb. Ez egy pályázat kapcsán elnyert telepítés, aminek tulajdonképpen a munkánknak a kicsúcsosodása ilyen vonatkozásban. A MOHOSZ, azaz a Magyarországos Horgász Szövetség által meghirdetett pályázat, az intervenciós telepítés kapcsán sikerült az Egyesület pályázatát sikerre vinni, és ennek az eredményét láthattuk, hogy a tolnai holtákba került 2800 kg három nyaras ponty, nagyságrendileg olyan 3,5 kg per darabos átlagsúlya a karcagról érkezett a hal. A halgazdaságokban keletkezett állományt az elmúlt időszakban nem, illetve csak nagyon körülményesen tudták volna külföldön értékesíteni. Ennek is köszönhető az úgynevezett intervenciós haltelepítési program. Nem csak pályázat útján került az idejében sem a vízbe hal, idestova most már tulajdonképpen ezzel a pályázati mennyiséggel együtt 15 000 kg fölött kapott a tolnai északi felső holtág háromnyaras pontyot az idejében. Ezen kívül telepítettünk előnevelt csukát is, ahogy legyen rálátása tulajdonképpen a horgászoknak az arányszámokra, egy átlagos évben olyan 90-100 mázsa kerül, tehát olyan 9000 és 10000 kg környékén kerül be három nyaras ponty a tolnai északi felső holtákba. Ebbe az idejében ezt 50%-kal sikerült túlszárnyalnunk a telepítésnek is köszönhetően, és az idejében a nem várt a vírushelyzet ellenére, vagy éppen azért még egyelőre mi is vizsgáljuk a helyzetet, plusz bevételeink kamatoztatásaként került bele több hal, tehát az idejében nem 90-100 mázsát, hanem 150 mázsát tudtunk beletelepíteni, sőt 150 mázsa fölött a telepített mennyiséggel együtt. A tavaszi, illetve az őszi intervenciós telepítés az pont ennek köszönhető, hogy a külföldi értékesítés az jóval körülményesebb volt, avagy el is lehetetlenült, és ilyen formán a Magyarországos Horgász Szövetség, illetve az állam, mint egy segítendő a haltermelők hóna alá nyúlva, ilyen vonatkozásban pályázati úton értékesített nagyon komoly mennyiségű halat. A 2020 márciusában beállt rendkívüli jogrend mondhatni kedvezően érintette az egyesületeket, bár pontos hatását még korai lenne értékelni. Minden esetre sok kényszer szabadságát töltő ember vette célba a megyei vízpartokat. Tavasszal, mint horgász, mint elnök, mint pedig magánember, talán a Földön nincs is olyan ember, akit ne érintett volna ilyen formán a vírus, ilyenek a horgászok is, illetve azon belül is a MOHOSZ is, illetve a Tolnai Horgász Egyesület horgásza is, illetve én is, mint elnök, elég értetlenül látom a dolog előtt, hiszen az életünkben ilyen még nem fordult elő, el kellett reagálni, és mi is, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon váratlan helyzetnek voltunk kitéve ilyen vonatkozásban, és hát csodák csodájára, megmondom őszintén, hogy váratlanul ért minket az, hogy az emberek sokkal inkább elfordultak pontosan a Covid miatt a horgászat felé, és olyanok is váltottak horgászengedélyt, akik korábban nem, avagy külföldről tértek haza, és kényszerszabadságukat töltötték. Így hát megmondom őszintén, hogy sok horgászegyesülethez hasonlóan a Covid egy olyan érdekes helyzetet generált a horgászegyesület életében, hogy ilyen vonatkozásban pozitív lecsengésnek kell, hogy hangot adjak az egyesületi élet vonatkozásában is. A horgászok, illetve a vezetés hát a vírushelyzetre való vonatkozásban pedig egy olyan magatartást kellett ugye tanúsítaniuk, hogy kijárási korlátozásokkal kellett szembenézni, de a horgászat, mint egy természetközeli, illetve magányos sport ilyen vonatkozásban majdhogy nem zavartalanul folytatódhatott. A mostani kijárási korlátozás, illetve kijárási tilalom vonatkozásában annyi megkötése, hogy az éjszakai horgászat az mostantól tilos.